Sziasztok, üdv a csatornán! Itt Jössző, Abigail, Bendegúz és az anya mindenhez is. Soha ennyire nem voltam besózva itt a karácsonyi dekoráció miatt. Így még nem vártam, hogy eljöjjön ez a nap. És most először voltam úgy már az elmúlt másfél hétben, hogy díszíteni szeretnék. Nem tudom megmondani, hogy miért. Ne játssz az ollóval, Abigail, légy szíves. Nem tudom megmondani, hogy miért, de most valahogy rettenetesen elkapott a karácsony szele, és nagyon vártam ezt a pillanatot, és most eljutottunk idáig. Hétfő van, és az volt a tervem, hogy egyedül díszítek, mire ők ketten hazaérnek az óvodából, de közben az óvodánk nevelés nélküli munkanapot hirdetett, ugyanis tovább képzésen vannak az óvónénieink. Úgyhogy itthon vannak, és Bendegúz amúgy is már napok óta azt kérdezgette, hogy mikor díszítünk már, ő is szeretne díszíteni, hát gondoltam, akkor miért is ne csináljuk ezt most együtt. Itt előttünk az asztalon most azokat a dolgokat raktuk ki, amikkel idén bővítettük a karácsonyi dekorációink készletét. Tényleg most már annyi mindenünk van, hogy a ház minden helyiségében meg fog majd jelenni egy kicsit a karácsony. Megmutatjuk, hogy mik az újdonságok idén itt nálunk, aztán pedig elkezdjük a díszítést, tartsatok velünk! Tehát az újdonságok között nagyon sok színszélyes dolog van idén is, ugyanúgy, mint tavaly. Van egy párnahúzat, egy ilyen hópelyhes párnahúzatunk, aztán van két párna, nagyon szerettem volna, ha csak húzat lenne, de ezek párnák, szintén a színszéről. Tavaly mondtam, hogy borzasztó csúnyán kifakultak már a kanapé párnáink húzatai, úgyhogy most ezt a két párnát választottam a cukorséta pálcákkal, és van itt még egy ágytakaró is, ami majd vagy a kanapénkra, bár arra szerintem kicsi lesz, vagy pedig a mi ágyunkra fog majd kerülni, meglátjuk. Hoztam most a Pepco-ból két részes konyharuha készletet, és drága Rudolfunknak nem volt orra, nagyon furán nézett ki vele, sajnos akkor nem fotóztam le, viszont itt volt nálunk a dédi a hétvégén, és volt olyan drága, és hímzett egy orrot. Hát nem Rudolf igazából, mert nem piros az orra, hanem a kis rénszarvasunknak. Úgyhogy van rénszarvasunk, és már orra is van. A színszéről érkezett ez az édes kis mézes kalács sorház, valamint a Pepco-ból vettem többféle karácsonyfadíszt is, mert egy kicsit kevestel lettem az elmúlt évben a karácsonyfánkra a díszeket. Itt a Mikulás már le is esett. Nasszerű. Ezt vissza kell tenni. Ne bántsd, majd visszateszem a karikára. Úgyhogy egy kicsit kibővítettem mindenféle dolgokkal. Üvegdíszeket nem veszek, mert tudom, hogy nem fogják sokáig bírni. Egyetlen üvegdíszünk volt, a fa tetejére akasztottam mindig, és Bendegúznak így is sikerült összetörnie. Még kisebb korában. Úgyhogy mi nálunk egyelőre nagyon jól bejönnek a műanyag díszek, vannak még itt házikóink is. Hoztam még ilyen bogyós ágakat is, ezeknek volt 450 forint darabja, szintén Pepco-s. Aztán a színszéről van itt még egy kis rénszarvasunk. A Rossmannban akadtam rá, Abigail, a Rossmannban akadtam rá ezekre a kis függő díszekre, nagyon csillog, illetve a Boldog Karácsonyt feliratra, külön örültem neki, hogy magyar a felirat. A színszéről érkezett a füzér, a gyöngyfűzér, és a Pepco-ból a kis világító fenyőfa hóemberrel. A Pepco-ból származik ez a nagyon édes kis mézes kalács sütiház, óvatosan Bendegúz, tedd vissza a tetejét most. Nehogy összetörd, mert nagy szerencse volt, hogy ráakadtam, ugyanis folyamatosan hiányzik náluk. És még a Bon Prix-ről érkezett ez a szarvas csapat, akikre már nagyon régóta fájt a fogam, már talán másfél év, vagy nézegettem őket, és most féláron tudtam hozzájuk jutni. Bendegúz pulcsia a színszéről származik, Abigail Rucia szintúgy. Az én pulcsim pedig a Bon Prix-ről van. Ezt is már több mint egy éve, hogy kinéztem magamnak, és most akcióba, kuponnal együtt tudtam nagyon jó áron megszerezni. Kezdjük a díszítést!
Mielőtt még elkezdenénk a díszítést, indítunk egy karácsonyi filmet, a gyerekeim is imádják a Grinch-et, úgyhogy a Grinch mesére esett a választásunk, és hogy az illatok is karácsonyiak legyenek, gyújtunk egy Aurora Candle Company gyertyát, ennek a neve Csendes Éj. A tavalyi karácsonyi gyertyáik is fantasztikusak voltak, de most több új illattal is kiegészült a kollekció. Érdemes körülnézni az auroracandle.hu-n, és nagyon szép karácsonyi ajándékcsomagot is találhattok náluk. Az Anya Mindenhez is kuponkódommal továbbra is kaphattok egy ajándékgyertyát az 5 személyes kedvencemből, ha 10.000 forint fölött vásároltok. A zöld cipős dobozok a szekrény tetején már csak arra várnak, hogy becsomagoljuk őket, megtöltöttük őket, idén is szeretnénk adományozni a cipős doboz akció keretein belül egy-egy rászoruló gyermeknek valamilyen szép karácsonyi ajándékot. A benne lévő játékok, apróságok kiválasztásában Abigail és Bendegúz is közreműködött. Thank you.
Ezeket a kis papírházikókat tavaly a Lidlből kapták a gyerekek, adventi kalendárium volt, a tetejére lehetett pluszba még rátenni a tetőt, amiben a csokik voltak. A csokik elfogytak belőle, de elraktuk őket aztán, mert szerintem nagyon klassz kis díszek ide a gyerekek szobájába. Go up on the housetop, tick, tick,
És tényleg minden helyiségben szeretném, hogy megjelenjen egy kicsit az ünnepi dekoráció. Ez itt a vécénk hátfalán található műbuxus koszorú, amit nem szoktam levenni, teljesen fix a helye, és minden évszakban, vagy szezonban, vagy ünnep közeletével egy pár aprósággal megpróbálom az adott időszakhoz igazítani. A barátnőméktől kaptuk ezeket a kis karácsonyfa díszeket, mindig a gyerekek születése utáni első karácsonyon. Ezen kívül más most nem rakok a képekre, tavaly raktam rájuk kis Mikulás sapkát, Dodira szakállat, Abigélre masnit. Most nem rakok rájuk semmi ilyesmit, mert egy-két héten belül kicserélem a képeket egy frissebbre. És fürdés előtt még Bendegúz és Abigail díszít egy kicsit. Az elején még nagyon lelkesen segítettek, aztán egyre jobban eltűntek, de közbe-közbe azért jöttek és megnézték, hogy éppen mit csinálok. Itt estére még megígértem nekik, hogy ezeket a kis üvegmatricákat mindenféleképpen ők fogják feltenni, ahová szeretnék. A pepásak, amiket tavaly használtunk, azokat, mivel alacsonyra kerültek, annyit szedegette felle-felle a bigel, hogy már ki kellett sajnos dobnunk. Ezek még szépen feltapadtak, és most szándékosan magasra raktuk, mert most Dominik állna neki őket ide-oda rakosgatni. Bent elkészültünk mindennel, amit szerettünk volna, úgyhogy én most már leterítem az asztalt, miután mindent elpakoltunk, a dobozokat üresen visszavittük a padlásra, és akkor kirakom az adventi koszorunkat, majd még annyi feladatom lesz vele, hogy a gyertyák alá olvasztanom kell egy kis viaszt, hogy szépen megálljanak a talpukon, ne lötyögjenek össze-vissza, és ezek után még elindítottam a robotporszívót, hogy összeszedje a port, amit lehortunk a padlásról, illetve a sok elhullott műfenyőtüskét, és minden egyebet, és eközben én összeporszívoztam egy kicsit a gyerekek szobájában, illetve a nappaliban is. Előtte nap, sokkal szebb napsütéses időnk volt, a szél azért fújt, de még így is azért lehetett kint tenni-venni, ezért előtte nap, vasárnap díszítettük fel a kinti dolgokat. Ilyenkor én, mikor a muskátlikat leviszem az ablakban lévő ládáinkból, mindig beleteszem aztán a műfenyő girlandokat, Att is feltette a jégcsap égősort az ereszre. Én ilyenkor feltekerek egy nagyon vékony kis LED izzósort az ablakban lévő fenyőre, ez elemes, és idén először feldíszítem a kis teraszunknak a korlátját is. Tavaly a szezon végén vettem hozzá két fenyőgirlandot, illetve égősorunk is volt már hozzá, úgyhogy évről évre igyekszünk egy picit bővíteni kint is, bent is a díszítésünket. Hidegfehérre, melegfehérre vagy színesre szavaztok, hogyha égősorról van szó. Én a melegfehérre, úgyhogy bent minden égősorunk melegfehér, Att is pedig a hidegfehérért rajong, úgyhogy úgy egyeztünk meg, hogy a ház külső díszítésénél pedig hidegfehér izzókat használunk. Nálatok melyik a befutó? Akkor este még csináltunk egy próbavilágítást, de advent első vasárnapjáig mi nem szoktuk felkapcsolni a díszkivilágítást a házon. És akkor jöjjön még egy pár kép a végeredményből. Én köszönöm szépen, hogy ezúttal is velem tartottatok. Bízom benne, hogy tetszett nektek ez a videó, és egy kicsit meghozta a karácsonyi hangulatotokat. Mindannyiótoknak kívánok kellemes, nyugodt, békés adventi készülődést.
hamarosan újra találkozunk, addig is szép napot nektek! Sziasztok!